Zitán is komoly felelősség, a Fradi csapatkapitánya végigjátszotta az első mérkőzés, szinte ugye a végén már pihenhetett mindenki. Azt hiszem, hogy elég jól kiválasztották itt a négy legfontosabb játékost a kollégák, hiszen szerintem elég egyértelmű, hogy a Fradiból Szucsánszki és Nere Apena, a Flöriből pedig Nyombla és Barbosa lesz az, aki nagyon komoly szerepet fog vinni ebben, ezen a mérkőzésen. Litván játékvezető hölgyek, őket is láthattuk már, és pillanatokon belül elindul a mérkőzés. Fehérmezben a Ferencváros, és rózsaszínben a Flöri. Akik ugye a párducok, kabala állat is látható volt, hogy egy fekete párduc. Vagy inkább rózsaszín, az öltözékét tekintve. Nézze, Minkó irányít. Jelekszer, nem, Nyombla van bent. Igen, ő... Nyombla, Barbosa is. Nizeminko a jobb átlövő helyén pillanatnyilag. Ugye ők ketten, Nyombla és Nizeminko itt voltak a tavalyi Európa-bajnokságon. Az ötödik helyért éppen a franciákkal játszott a magyar csapat. Egy góllal győztek a franciák, és Nizeminko 7 gólt szerzett azon a mérkőzésen a magyar válogatott ellen. Igen, hát ha szigorúan vesszük, akkor három irányítóval játszik a francia csapat, hiszen Barbosa is azért sokszor irányítóba tűnik föl, bár ő abszolút univerzális játékos. Kamdop, láthatjuk, hogy milyen testfelépítésű beállója van a francia csapatnak, ő is ott van már a válogatott környékén. Fradi ugye az utóbbi időben megszokott csapatával kezdi a védekezést, a Horniák és a Szucsánszki a két kettes, Szekeres Klári és Mészáros Rea a hármasok, és a szélen ugye Kovacsica Anikó és Sacl Nadin. Kaput ugye nem kell mondani, mert nincs is másik kapus. Igen, egy 16 esztendős kapusa van Klodik Petra még a Fradinak. Jó védekezés egyelőre. Barbosa, gyönyörű volt ez a csere, kell ismerni, nagyon kiküldte onnan a helyéről Hornyákot. Az első gólt Barbosa lövi. 5 gólt szerzett Németországban, Nordhausenben, és 6-6 a kegdöntő két mérkőzésén a Midtjylland ellen Barbosa. Ugye támadásban jön a két csere, Szamoránszki váltja Mészárost, és Szekeres helyett Penna a pályán, ez elég megszokott az utóbbi hetekben a Fradi összeállításánál. Hornyák, Pena. Szucsánszki, megtámasztották a levegőben. Elég fájdalmas arccal tápászkodik fel Szucsánszki Zita, aki az érdelemi meccsen 7 gólt lőtt. Nyúltak oda, igen. Zogby de Paula kezd. Az immár spanyol válogatott, brazil születésű hálóőr. Ő egy igazi bravúr kapus. Elkapja a fonalat, fantasztikusan tud védeni, de egyébként pedig könnyen sebezhető. Na nézzük Sacölt, aki nem tudta átejteni, vagy megpróbálta oda húzni a feje fölé talán. Sacölnek nagyon jó meccse volt, különösen az első félidő az Érd ellen. Most nem jó az első megoldása. De eladják a labdát a franciák is. Makan Tunkara van a szélen, aki korábban játszott a francia válogatottban, és egyébként az edzőnek a felesége. Frédéric Bujan az edző, aki perfekt spanyol, és ez nagyon fontos a csapat összetételét is figyelve. Pena. Nem sikerül megjátszani a Szamoránszkit, nagyon sűrű voltak ott a franciák. Igen, azt elég jól lehet látni a védekezésén a Flörinek, hogy a beállós körül nagyon tömörülnek, hiszen nyilván elemezték a Fradi játékát, Szamoránszkit gyakran keresik a különösen Szucsánszki és Pena. Egyelőre nagyon sűrű a védekezés. Nem véletlenül lőtt az első két labdát el azért Szucsánszki, mert meg kell próbálni először átlőni ezt a falat, és utána a beállósokat megtalálni. Nyombla, Nizeminkóval. Nizeminkó. Ugye hosszan támadnak. Barbosa
Tiszta lövő helyzete volt, Cikora viszont bravúrt mutat be, és Kovacsics indul jó szokásához híven, és be is lövi a helyzetét. Szép védés volt Cikurától, mert elég tiszta helyzetbe tudott Barbosa kapura lőni, de jól elővételezte a lövést, aztán a szokásos gyors védés, gyors indítás, gól. Uett a bal szélen, öt tagja jelenleg is a francia válogatottnak. Két EB-s elejtezőt ők is vívtak, mindkettőt megnyerték, és összesen 11 gólt lőtt Uett ezeken a meccseken. Igen, ő a saját nevelésű játékos a Fleurynek. Szabaddobás, Mészáros óriási csatában ott Kamdoppal mögötte maradt, és picit belül is állt. Megúsztuk a hetest. Nézé Minko, Barbosa, játszott BL döntőt, és volt BL elődöntős is a korábbi csapataival, az Icsakóval, illetve a Völcseával. Szikora védése, a kipattanó viszont nincs meg. Kiszorított helyzetben eresztette el a labdát a francia, jól zárta a szöget Szikora. Nézé Minko, szépen tette le Szikora! Szenzációsan kezdi a meccset. Szucsánszki hozza fel a labdát, Hornyák lendületből, ezt leolvasta a kapus. És most indul a rohanás a másik oldalra. Pena elengedi végül, és most pekke van Szikorának. Vezetnek a franciák, Nyambla. Valószínűleg a hetesre visszafújták volna, ha véletlenül kivédi, hiszen szabálytalanság előzte meg a lövést. Nyomla volt a leggólerősebb játékosuk Németországban, 7 góllal zárta azt a mérkőzést. Egyébként a 27-ből 23-at a Nyomla Barbosa Nzeminko Uett 4-es szerzett. Szépen került helyzetbe, Fena, de túl nagy gólt akart lőni. Lássa akkor át, hogy még a kapufára visszajól, hogy labdát se sikerült megszerezni, mert kipattant oldalra. 7-es, Nzeminko hozta össze. Ugye láttuk az Európa-bajnokságon, pont a magyar válogatott ellen debütált igazából. Utolsó mérkőzésen, méghozzá elég jól játszott. Akkor lőtt hetet. Emlékeim szerint, igen. Ő a Nantes együttesétől jött egyébként, tehát egyike az újaknak. Uett lövi be a büntetőt. Gyere, nincs olyan egetverő nagy iram, inkább küzdelem dominál a felálltal elleni játékban. Pena, most megtalálja Szamoránszkit, Zogby de Paula ezt is védi, és rohannak a franciák, Pena! Szenzációs labdaszerzés volt, csak ezt most már be kellene lőni, nem sikerül. Penának nem megy az elején, nem találja Zogby de Paulával szemben az ellenszert, de ismerik egymást a spanyol válogatottból. Igen, ezt mondtam, hogy Zobi az igencsak el tudja kapni a fonalat. Nagyon veszélyes kapus. Hát egyelőre a két kapusról szól a mérkőzés, mind a két oldalon bravúrokat láttunk. Muzson hozta magával Le Havre-ből egyébként a kapus Zogbit. Nézze Minko, belesípolnak hetes. Azt mutatja ott Szucsánszki Zita Hornyáknak, hogy össze kéne zárni. Nem, ott igazán ott látszik, hogy Hornyák csak oda nyúlt, ahelyett, hogy oda lépett volna, mert akkor még egy belemenést is lehetett volna kiprovokálni. Uett és Szikora. Ezt most a felső sarokba vágja Uett. Négy egyre meglép most a Fleury. Itt az elején azért a kiágyott helyzetek egy picit megbosszulják magukat. Ennek köszönhető a különbség. Sacul jön be a bal oldalról, Szucsánszki. Falt volt, Kamdop. Szucsánszki talpról, belesáncolnak. Zogby de Paula pedig már indíthatja a következő francia akciót. Extázisban a kapus. 2002-ben érkezett Európába, azóta spanyol és francia klubokban játszott.
lett az első akciógólja. Barbosa volt az, aki gyönyörűen lehúzta, de Nyombla egy az egyezése után alakult ki ez az emberfölény a szélen. Időt kér a Ferencváros. Igen, egy kicsit beragadt a rajtgépbe a Fradi. Nem tudom kontrollálni magadat, akkor akkor baj lesz! Gyerekek, elkapkodod a helyzeteket! Annyi a különbség! Kaptál belőle két lerohanás volt, érted a három kihagyott cipszeredből! Vállaljuk föl, menjünk be! Várjál ki neki ezt rendelme! Azt csinálja, amit megbeszéltünk! Beállóból lefekszik! Amúgy meg parád érzi! Mondtam, hogy a félmagas nem lesz jó átmenésből! Csak azt védi! Higadjál le! Gyerünk és csináld! Kettő-három! Elsősorban tehát Pele Gábor azt szeretné, hogyha megnyugodnának a ferencvárosiak, mert való igaz, hogyha a kimaradt helyzetekből mondjuk gól született volna, akkor egészen szoros lenne a meccs. És még egy néhány szót a kapus mozgásáról is mondott a végén. Igen, azt akartam pont mondani, hogy nyilvánvalóan készültek a franciák kapusából, de egyelőre nem sikerül megvalósítani, amit megbeszéltek, hogy mit kéne lőni. Bená félmagas, ez például nem átlövésből, azt hallhattuk az előző időkérésnél. Egyébként a nagyot nem is kellett védeni, ez egy elég gyenge lövés volt. Kamdopa gólszerző. Most nem jött jókor, ugye az időkérés után egyből egy rossz lövés, egy elszámolt védekezés. Bená, hosszú, Benának sajnos nem sok jó megoldása volt eddig, és ebből is leindítanak bennünket. Kamdop a második gólját lövi, 7-1, 10 perccel pont teltével. Kamdop indított le minket, aki azért szedi a lábait, de nem a leggyorsabb játékos. Bejött Szőlősi Zácsik Szandra. Tehát penát levette a pályáról most Elek Gábor. Szucsánszki labdáját viszi el Barbosa, aki ebben igen erős. Szétfutják a Fradit, átrohannak rajta, és nagyon megszórják ebből a franciák. Igen, jó lenne ezt a elvérzést megállítani, mert túl nagy különbséget lehet ilyenkor az elején összeszedni, amit már nagyon nehéz lesz utána ledolgozni. Zácsik bejátszása. Szerencsére befújták a hetest. Zobi ezt is gyönyörűen védte. Valószínűleg nem nagyon lőhette már felfelé ebből a helyzetből Szamoránszki a labdát. Mert ugye azt is mondta Elek Gábor, hogy megy lefelé a kapus, amikor beállóból lőnek neki. Szekercés egy kivételével az összes hetesét belőtte a kaproncaiak ellen, belövi ezt is. Ez igen, fontos volt, hogy így 11 perc után egy gól azért beakadjon. 7 góllal zárta az első meccset Szekercés Luca, ezek közül 6-ot büntetőből szerzett. Barbosa kapott sárgát még az iménti hetesnél. Uet jön a bal oldalról, Nyambla Minkóval váltott. És megvan a labda. Uet kezéből került oda Saculhoz. Uff, Barbosa. Hihetetlen. Veszélyes játékos Barbosa. Szucsánszki nem tudja összeszedni Kovacsic. Barbosa. Tovább engedik Szikora védése után, ugye Hornyák ott a hatoson belülre került. Uet kezében a labda, rengeteg a hiba. Nem is tudom, hány eladott labdája volt a Fradinak 12 perc alatt, sok. Hát, és ráadásul most 2 egymás után, úgyhogy elég jó helyzetet lehetett volna teremteni.
És ugye egy ilyen állásnál ez inkább a Fradit sújtja, mert oda-vissza mennek a hibák, az nyilván egyelőre a Fleurynek kedvez. Azt írják ki, hogy 4 eladott labda volt, és akkor még nem beszéltünk a kimaradt zicserekről. Igen, hát ez 12 perc alatt 4, az azért elég súlyos. Chávez van közben bent beállóban, az egyik spanyol válogatott, bár a legutóbbi két EB-selejtezőn nem volt ott, ő Nizzából jött, 3 évig volt a Nice játékosa. Viszonylag jól megúsztuk ezt az akciót, egy sima szabaddobással. Nyomlá! Szekeresék lépnek föl a szaggatotton kívülre. Nyomlá, Zeminko, Barbosa. Lépés sima. Jó védekezés volt Szekerestől, és megy Kovacsic. El is teszi a kapus alatt. Igen, ezek a jó lövések, a pattintottak. Végre sikerült egy lerohanást jól befejezni. Kovacsic a második hasonló gólját szerezte. Felállt fal ellen nem lőtt még gólt a Ferencváros, hiszen egyet lőtt büntetőből és 2 indításból. Bea Fernández érkezett középre, illetve hát bal átlövőbe inkább. Nyomla az, aki pihenhet most, Beatriz Fernández, Enziminko, Fernández, Barbosa. Jó sokat lépett. Közben volt egy falt. Simán átjut Barbosa Mészároson. Elképesztően jól cselez Barbosa. Ha rossz ütembe lép oda a védő, akkor az már biztos, hogy veszett helyzet. Simán kikerült a Mészárosra át. Kár értem, mert ugye megkezdte egy picit a felzárkózást a Fradi. 70%-on véd egyenlő Zogi. Zácsik lő fölé, közben bejött a balszélre Sarka a mieinknél. Picit elhamarkodott lövés volt az érzésem szerint, nem volt valós helyzet. Lehetett volna még picit dolgozni az előkészítésen. Barbosa. Tunkará. Zeminko. Fernándeznek készítenek elő. Szép védés, Szikora. Ő is jól véd egyébként. Igen, ez szerencsére azért. Nem is volt ott szinte védő. Ki nem kényszerített hiba. Szikora megint. Sajnos előindul Kovacsic, és ebből még kiállítás is lesz. Szikora egyedül tartja egyelőre a lelket a Fradiban. Kovacsic az, akit kiküldenek. Megint visszaállhat a 7 gólos különbség, hogyha belövik. Nem nagyon lehetett látni, valószínűleg utána nyúlt a levegőben, azt fújta a játékvezető. Zeminko belövi. Eddig olyat lőtte a büntetőket, most vele szemben szabálytalankodtak, talán ezért nem ő állt oda. Újra 7 közte, és a Fradi ember hátrányban. A jobb szélen Lukács most, Kovacsic kiállítása után. Zácsik. Pena is visszatért. Szucsánszki, Pena. Elképzelés jó volt. Pena talpról, megint fél magasan. Ezt is védi Zogby de Paula. Az érzése, mintha egy picit tartana a kapustól. Nagyon pontatlanok a lövései, kicsit erőlködik, ami az ő játékának nem tesz jót, hiszen akkor játszik jól, amikor felszadultan kisebb gátlástalanul lövöldöz. Nem tudott cserélni most a Fradi, Zácsik van bent 3-as védőben.
Tovább engedik a játékvezetők. Tehát, vagy belemenés, vagy hetes a továbbengedés. Ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy időben összezártak Szucsánszkijék, de akkor viszont belemenés kellett volna, hogy szülessen. A lényeg, hogy a Fradié a labda, és 40 másodperc van még az ember hátrányból. Lukács esik el. Szucsánszki. Fena. Kellett már egy szabálytalanság. Zácsik. Jól öli az időt a Fradi, ráadásul a játékvezetők elég türelmesek. Most tették föl csak a kezüket, most már ő is lőni kell, de... Zácsik egyből ellövi, megvan a kipattanó, Nyomla nem érte el. Ez itt tökéletes volt, hiszen most már lepereg az ember hátrány, és 6-6 ellen lehet egy új akciót indítani, ugye újra kezdődött a támadó idő, mert a kapusra jött ki a labda. Szép bejátszás, gól! Szamoránszkit sikerült megtalálni. Pena volt az, aki megjátszott, az első akció gólja a Fradinak. Barbosa nincs a pályán, Nyomla, Zeminko. Fernández. És a franciák kérnek időt. Igen, most úgy érezte a francia edző, hogy picit megállt a játékuk. Az első bajnoki címét nyerte a klub, a képen látható Frédéric Goujon irányításával. Avec Mac, Mac, Estelle ici, qui est Massabea, Fouillago, Eli, Lance extérieur pour Manon, ou pour toi sur la grande. D'accord, duel. Deux contre deux ici. Toi, tu joues coup franc pour Béa. Et Ellie. Ellie, hop, et on joue extérieur. Bon, il faut continuer à neutraliser en défense. Et travailler encore plus autour du pivot. D'accord. Elles sont en échec sur les tirs de loin. On ferme les relations avec le pivot pour leur faire perdre confiance. Igen, de először is elmondta, hogy támadásban melyik figurát játsszák, egy beállós előkészítés után próbálják lehúzni majd Manon Huettnek a labdát. Védekezésben pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a távoli lövések egyelőre nem jönnek be a Fradinak, ezért a beállós körüli védekezést kell figyelni, hogy ne tudjanak bejátszani. Nem ezt a figurát, azt akarták? Ezt igen, igen. Ott Fernándeznek lett volna a szerepe elvileg, így aztán villámgyorsan végigjátszották Huettnek le. Gyönyörűen fejezte be a francia válogatott szélsője az akciót. Nem tudott ebben labdával mit kezdeni Szikora. Pena. Most Hornyák nincs a pályán, amióta Pena visszatért. Szucsánszkit taszigálják. Chávez támadásban is használható, de a védekezés az ő igazi erénye, ő van bent ott Nyomla mellett hármas védőben. Igen, a spanyol válogatottban ugye ebben a szerepben láttuk nagyon sokat Eli Chávezt. Zácsik, Pena, jól összerántott két embert, csak sajnos rálép a vonalra Kovacsic. Kár értem, mert szép labdát kapott, és ráadásul hetest, vagy be is dobta, tehát nem kellett a hetest fújni. Lépéshiba. Zácsik. Pena. Zácsik csak riogat, ebben meg belekapnak, és hazaüti Tunkara a labdát a kapusának. Hadzsa Sissé van bent, 39-essel. Szikora pedig védi Tunkara lövését. Gyönyörűen fogta a hosszú sarkot. Szucsánszki. Szikora mellé kellene még felnőnie néhány játékosnak, mert egyelőre ő az egyetlen, aki igazán hozza magát a Fradiból. Viszont ő nem tud gól dobni.
Igen, az látszik is az eredményen. Szucsánszkit lesáncolják. Azért ott a hármas védők fölött, Sissé vagy különösen Chavez fölött ellőni a labdát nem lesz egyszerű. Még ebben a periódusban lehetett volna, vagy kellene egy picit följönni, amíg azért Fleury is cserélget. Ugye most visszajön Barbosa, de most nincs benne Nyombla. Illetve Chavez karolják át. Kors sincsen a pályán. Igen, a két francia átlövő, vagy belső ember. Beatriz Fernández. Megvan, Zácsik. Barbosát előzte meg. Azt végig lehet vinni, itt sem rossz, de... Megetette. Robi ugye a lába közé akarta lőni szerintem a labdát, de nem nyitott neki, és ottán gondolta, hogy akkor ejt. De már ezt előre tudta a kapus. Igencsak jól véd a brazil-spanyol. Fernández. Agát, aki a jobb átlövő, most befut második beállónak. Fernández. Megvan a labda. Zácsik, ott vannak ketten a bal oldalon. És sikerül is belőni. Szekeres. De a Fernándeznél lehet labdát szerezni, elég gyengén játszik. Szerintem a leggyengébb pontja az átlövő sorának a Fleurynek. Ő volt az egyik első spanyol fecske, 2012-ben jött a Fleury együtteséhez. Agat, 21-esztendős. Barbosa. Barát és semmit csinál, ezt el kell ismerni. Felugrott sáncolni Mészáros, és besétált mellette Barbosa. Szekeres pedig nem mert odalépni a beálló miatt. Megint 7 gól a differencia. Szucsánszki. Szerencsére belefújtak. Itt van Hadzsa Sissé, ő is új, a Kan együttesétől jött. Szucsánszki, megvan az első gólja végre. Kell azért, hogy Szucsánszki, Pena, Zácsik gólokat szerezzenek, akár kintről. Ez most a kapusé volt egyértelműen, bement a sánc mögé védeni. Fernández. Agat. Migolei a beálló most. Rendesen forgatja a csapatát. Frédéric Bujan. Bejöttek a fiataljaik, a saját nevelésűek Agat Migolei. Szikorának pedig megvolt a 11. védése. Közel 50%-kal véd, és ez Zácsik gól volt, ha minden igaz, bár sokat nem láttunk belőle. Úgy bizony. Előre most jól használja ki a Fradi ezt a fiatalitást az ellenfél soraiban. Ez messze gyengébb összetételű csapat, mint aki kezdett. Két beállós játék egyébként a Fleuryben, mert bent van Chavez is. Szikora, és megvan a kipattanó. Lukács, aki időközben visszatért a pályára, Kovacsicot váltva. Lehet tovább zárkózni. Zácsik. Agat kapott sárga lapot. 4 gól legutóbb 5-1-nél volt, tehát jó lenne most így a félidő hajrájában visszakapaszkodni. Szamoránszki, Szucsánszki, Szamoránszki nem tudják megjátszani most a mieink, az viszont meg lehet, úgyis van Zácsik. Óriási hibát követtek el a franciák, itt volt teljesen egyedül a másik oldal. Egyetlen visszafutó embernek sikerült odaadniuk. Pena.
Mindenesetre az jól látszik, hogy azért az ellenfél is rengeteg hibával játszik, tehát ha azokat ki tudja használni a Fradi, azért azaz. Végre Penának is megvan az első. Szucsánszki előkészítése nyomán vitte be a labdát. 4 gólos a különbség. Többször is vezetett 7 góllal, sőt egészen sokáig 6-7 gólon álltak a csapatok. Onnan jött vissza Fleurivel szemben az FTC Real Cargo Hungária. Beatriz Fernández, Chávez kitolják onnan Mészárosék, Fernández megy föl, Szikora! Lehet folytatni a felzárkózást. Szikora nagyon jól véd. Mészáros most megy le, jön Szamoránszki. Szucsánszki, jó! Lukács, gól! 12-9! Nagyon szépen visszajött a Fradi. És ha jól figyeltem, akkor 4 gólt lőttek zsinórban most a mieink. És jó följött azért. Volt még olyan, hogy 10 volt az a százalékat. Szekeres jól gondolta, hogy ezért belemenést fognak fújni. Most már felállnak Szucsánszkijék. 3 percnél valamivel kevesebb van hátra az első félidőből. Szamoránszki, Szucsánszki. Pena, nagy passz, Zácsik! Sajnos leért már. Igen, hogy meg nem is leért, nem kell belépett. Beért, igen. Tehát ott forgás közben leért a lába. Nem jó oldalra fordult igazából. Fernández Zácsiknak kéne megállítani. Az látszott, hogy ő lesz az egyetlen, akinek erre mutatkozik esélye ebben a helyzetben. Jól láttam, még egy-két percet is kiosztott a játékvezető Zácsiknak, aki fejbe vágta egy picit. A Fernandest. Ez most nem hiányzott így a félidő végére, hiszen nagyon jó dinamikában volt a Fradi. Hornyák játszik most bal átlövőben. Kena pedig a jobb oldalon. Szucsánszki. Pena, gól! Ütemtelenül. Úgy tűnik leküzdötte a kezdeti sikertelenség okozta frusztrációját Pena, és elkezdte gyártani a gólokat, ahogy szokta. Ezt most ember hátrányból lőtte ráadásul ott Barbosa Sánca mellett. Fernández, Barbosa, nagyon felhúzódott Lukács ember hátrányban, elengedik. Ez érdekes történet volt. Rosszul lépett valószínűleg francia játékos, és az lehet, hogy egyedül hozta össze. Migolei az. Ott rálépett Lukács lábára, igen. Így ment ki a bokája. Egyébként játékvezető szempontból ez egy érdekes helyzet, hiszen ugye amikor oda lépett Lukács, akkor nem volt bent a hatoson belül, tehát szabályos pozícióban volt, viszont levágta a hatost, hogy odaérjen, ami jogosulaton előnyszerzésnek minősül, úgyhogy akár lehetett volna 7 méterest is fújni, de így nem fújt semmit a bíró, úgyhogy kapusé a labda. Ember hátrányban a Fradi, és támadhat. 2 gólos különbségért. Nyilván nem várhatjuk el, hogy minden támadásból gólt szerzünk ember hátrányban. Az előbb minden esetre sikerült. Szucsánszkit faltolják. Legalábbis én ezt gondoltam volna. Úgy nézett ki, hogy a bal kezével egy kicsit ott takarított, azt fújta le a bíró. Esetre most még ember hátrányba egyet
ki kellene védekezni. Barbosa, és Szikora megy abba a sarokba. Oldalt ment ki a labda sajnos. Fontos, hogy Barbosának is fogott egyet most már, mert ő eddig nem nagyon hibázott. Utolsó perc az első fél időben, nem volt az igazi Fernández passza, Chávez tovább. Barbosa nagyon eladta ezt a lövőcselt. Óriásit játszott az első fél időben. A Portugálból honosított spanyol válogatott játékos. Varázslatos, amit csinál Barbosa. Szinte mindegy neki, hogy melyik lábán van. Ugrik, lép, cselez. Nyilván nem lehet egyszerű, de még egy kiállítás is ráadásul, de hogyha őt megpróbálják lesáncolni, abból most már nem először következik egy csel. Szekerest küldték ki. Tehát talán jobb lenne találkozni vele. Viszont visszajött most már az egyik fradista. Fornyák. Az utolsó másodpercek az első fél időben, talán most már érzékelik ezt a mieink is. Pená, Fornyáknak kell előni, gól! Nem is kicsi, 14-11, nem is kicsi gól, és nem is jelentéktelen. Viszont megadták, ez a lényege. Az nagyon fontos, igen, hiszen az utolsó pillanatban esett. Három gól közte, ez az első játékrész nagy részének tükrében egészen szoros és jó eredmény a Fradi számára, innen még bármi lehet. Azt hiszem, senki nincs most könnyű helyzetben itt a fél időben. Szerencsére a franciák sem, hiszen már csak három gólos a különbség volt, azért itt hét is. De mi sem, hiszen ez a mérkőzés egyáltalán nem úgy kezdődött, mint ahogy szerettük volna, vagy mint ahogy a lányok ezt várták. Ebből most itt a fél időben mindabból, ami történt, hogy lehet tovább kijönni? Mert ugye valamennyire már sikerült, de azért még biztos vannak megbeszélni valók az öltözőben. Hát nem, elég sok megbeszélni való van, főleg az, hogy rengeteg labdát eladtunk, és ezzel előnybe hoztuk a franciákat, tehát ott 7 gólos különbségnél kicsit kezdtem aggódni, nehogy aztán itt beleszaladjunk egy méretes zakóba. De miért tartott ez ennyi ideig? Ugye a 10. percben is még nagyon-nagyon rosszul álltunk, és csak hibát követtek. Hát itt az a furcsa, hogy ugye én féltettem egy-két játékost a BL szerepléstől, de nem a Nerére meg az Izire gondoltam, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy az eladott labdák nagy része az tőlük származik. Jó, hogy persze hát ők csinálják a legtöbb mindent, tehát ők hibáznak, de azt hiszem ketten ott összehoztak a félidő elején egy 6-ot. És igazából az ő nem jó játékuk alakította ki az eredményt. Tehát nem lehet ezt így lesarkítani, persze, hogy mindig csak ők játszanak jól, de azért csak ők a kulcsemberek, és tőlük várja az ember, hogy ők kézilabdázzanak a legmagasabb szinten. Aztán hál' Istennek a fél idő végére egy kicsit magukra találtak ők is, és úgy a csapat is. Amikor ilyen hosszú ideig nagyon-nagyon nem megy, akkor van olyan pillanat, amikor eluralkodik a pánik, és ha van ilyen, akkor mit kell akkor csinálni, vagy ki tud bármit is tenni ilyenkor a pályán, amiből aztán el lehet a másik irányba indulni? Hát a pániknak nem szabad, hogy eluralkodjon, mert hogy azért 30 percig tart a fél idő, tehát még hogyha rosszul is kezdik, és ugye ott azért zicserek maradtak ki az elején, tehát hogyha azokat belövik, akkor partiba lettek volna végig, hanem itt az zicserekre kellett volna összpontosítani, meg tényleg, ahogy Köke is mondta, nagyon sok eladott labda volt. Én a Penától várnék tényleg jobb játékot. Mindenki ott az első lövések nem sikerültek, próbálkozott átlövésből is, azokat is eléggé ilyen félmagas és alsóba helyezte, inkább félmagasba, amit a kapus könnyűszerrel megfogott. Aztán most itt a végén már volt két jó befejezése, remélem, hogy ez ad neki lendületet, és nem azzal foglalkozik, hogy mi volt a meccs elején. Itt a támadásban nagyon-nagyon sok hiba volt a védekezésről. Mi a véleményetek? Most azt is figyelembe véve, hogy azért Barbosa ellen egyáltalán nem könnyű helyzetben van senki, aki ott áll a védelemben. Igen, hát rá kell majd fókuszálni a második fél időben, hogy őt egy kicsit jobban körbevenni. Egyébként szerintem ő is belevehető lépéshibába esetlegesen, vagy rossz megoldásokba, de ahhoz nekünk jobban el kéne találni, tehát oda menni, tehát megállítani a kezdő indító pozícióba őt, de mindenképpen szerintem ő az, aki eddig nagyon jól játszik az ellenfélből.
Még nagyon rosszul álltunk, amikor ti már arról beszélgettetek itt a mérkőzés közben, hogy azért nem egy verhetetlen csapat ez a francia. Nyilván a második félidőt másképp kell majd kezdeni, kevesebbet kell kihibázni hozzá. Most már csak 3 gól a különbség, így a második félidőben tulajdonképpen a lányok megcsinálták maguknak az esélyt arra, hogy ez a mérkőzés nyerhető legyen. Igen, hát ki kell jönni tényleg úgy, hogy nincsen semmi gond, 3-mal vezet az ellenfél, az edző, a francia edző nagyon sokat cserél, ezáltal szerintem a saját csapatát is egy kicsit megzavarja, vagy a lendületben lévő csapatát is tényleg bele-bele cserélgetett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a lányoknak tényleg rendezni kell itt a sorokat, és tényleg bátran kell elvállalni lövéseket is. Én azt gondolom, hogy arra kell figyelni, hogy inkább többet járatni a labdát, menjen a labda, ne labdával elindított mozgásokkal kezdjék el a mozgásokat, hanem labda nélküli mozgásokkal, és akkor azért szét lehet zilálni ezt a francia falat. Reméljük, sikerül megnyugodni ebben a 10 percben, amelyből már nem sok van, úgyhogy hamarosan jön majd a második félidő is. Szikora Melinda egyelőre 14 védéssel, 50%-os hatékonysággal, itt pedig Zogbide Paula, ő is 50%-on ezek szerint, hogyha stimmelnek ezek a számok, akkor a Fradi kevesebb alkalommal jutott el kapura lövésig, pedig jóval kevesebb alkalommal, mint az ellenfél, nyilván ebben az eladott labdák is szerepet játszanak. És már az Érd elleni nagy gól különbségű siker után is azt mondta Elek Gábor, hogy volt 2x6 perc, amikor legszívesebben hazament volna, annyi technikai hiba volt és eladott labda, és ez a könnyelműség azért nem fér bele. Igen, hát ez nem feltétlenül a könnyelműséget jelent, mert ezen a mérkőzésen nem érzékeltem azt, hogy könnyelműsködne a Fradi. Nem, ezt arra a meccsre mondta. Igen, ott lehet, hogy más volt a helyzet. Itt inkább a pontatlanság volt jellemző. Egyébként visszatérve még a kapu statisztikára, tehát ugye a 11 védett labda 50%-kal azt is takarhatja, hogy a védett labdák visszapattantak az ellenfélhez, és ugye azt nem írják be védésnek. Tehát nem feltétlenül lehet ebből nagy következtetés levonni, minden esetre az egyértelmű, hogy mind a... Kivezeti a statisztikát, ugye? Minden esetre az egyértelmű, hogy mind a két kapus remek volt az első fél időben, és nagy szerepük volt az eredmény alakításában. A Fradi kezdte a második fél időt, aminek van, remélhetőleg tényleg van jelentősége, hiszen fel lehet jönni 2 gólra. Szucsánszki az irányító, a visszatért bal átlövőbe, Hornyák a jobb átlövő, ők ugye az első félidő vége felé felcserélték egymás közt ezt a két posztot, abszolút kompatibilisek mindkét oldalon. Lukács a jobb szélső és Szarka a bal szélső, tehát ők bent maradtak. Lesáncolják Hornyákot, de a kapus már nem ér hozzá. Ez így pont jó volt, hiszen a másodperceket kell most pergetni az ember hátrányból. Egyelőre még fönt sincs a játékvezető keze. Szarka nem is vitte be a labdát, most viszont felteszik a kezüket a játékvezetők, Szucsánszki lő fölé. Valószínűleg a magas védők zavarhatják ott Szucsánszkit, mert ez már nem az első lövése, ami fölé megy. Nézze, Minko, Nyombla is, ő is visszatért a pályára, Barbosa is bent van, tehát az alapcsapatot hozta vissza. Igen. Tunkarával a jobb szélen, illetve Ujettel a bal szélen, beállóban pedig Kamdoppal. Barbosa. A lépés gyanús volt, de lehet, hogy még időben szabadult a labdától. Nyomblára nem léptünk ki, ő meg bevágta a második gólja a meccsen. Benn maradt Szucsánszki, egy picit kiebb kellett van lépnie. De mondjuk nem gondoltam, hogy ember előnyben ezt a megoldást fogja választani Nyombla. Igen, inkább a beállóra összpontosítottak. Igen. Ott a mieink. Penált, gyönyörű passz! Szamoránszki a gólszerző. Na ez az, amit több alkalommal is láttunk Penától, akár a Kaproncz elleni mérkőzésen, a nyitófordulóban is. Buzsan, aki Challenge kupát nyert a Le Havre 2012-ben, és akkor szerződtette őt a Fleury. Azóta 3 trófeát nyert 3 év alatt, és még ugye a KEK döntőjébe is bejutott a csapattal az előző szezonban. Elmegy Zeminko. Nem nagyon látott ebből a lövésből sokat.
Sikora. És irányt változtatott Szucsánszki kezén a labda. Lehet, hogy ez is bezavart Sikoránál. Kiállítás, az első kiállítás a hazai együttesből. 16-12-es állásnál. Nyomblát küldik ki. Előbb már kapott egy sárga lapot a beállós elleni védekezése miatt. Most meg egy-két percet, egy kicsit szigorúnak tűnt innen, de valószínűleg az előző együttesen ítélte meg a játékvezető. Gyönyörű passz Zácsiktól, Szamoránszkit sikerül megtalálni megint. A harmadik gólja 16-13, és nagyon gyorsan sikerült gólt szerezni, emberelőnyben ez is fontos. Megkülönböztető trikóban Fernández a pályán. Fernández, Tunkara, Zminko. Belül védekezést fújtak, na nézzük. Igen, picit hátrafelé lépett Zácsik, ha oldalra lép ugyanígy, akkor az belemenés, így viszont kétségtelen, hogy belül állt. Elsőre nem tűnt annak, legalábbis számomra. Barbosa lövi a hetest. Sikora pedig védi. Sikora szenzációs. Nem jött be a franciáknak, hogy váltogatják a hetes lövőiket. Igen, Uet belőtte az első kettőt, utána a harmadikra váltottak, majd most megint. Keresték, hogy ki tudja kihagyni, és sikerült megtalálni. Szarka. Zácsik tovább pöttyinti, Lukács. Megvan Zogvide Paula első védése is ebben a játék részben. Szucsánszki megint Lukács, ezt be kell lőni, be is lövi. Nátron elvállalta még egyszer a fiatal játékos. Most a rövidre visszahúzta. 16-14, megvan tehát a két gólos különbség. Lassan kezdődik az új mérkőzés. Az első 35-öt el lehet felejteni, ezt a bemelegítés. Zeminko, Barbosa, belemenés. Nagyon szépen összezártak Zácsikék Lukáccsal. Már ott van az ellenfél nyakán a Fradi, és nyilván egészen más így játszani azért. Igen, egyértelműen kevesebb hibával játszik a Fradi, a franciák pedig sokkal többel. Úgy tűnik, hogy a sok cserélgetéssel sikerült megtörnie a saját csapatának a lendületét, és akik visszaállnak, már nem tudnak olyan jól játszani. Nem sikerül összeszednie Szamoránszkinak a labdát, ebben egy szabálytalanság is közrejátszott természetesen, Zácsik játszotta be egyébként jól. Szucsánszki pont arról beszélt a mérkőzés kapcsán, közben mellé pattint, pedig ott volt az a sarok üresen, hogy nem nagyon szabad elszórni a labdákat, megfigyelni kell a visszarendeződésen, és ez az első fél időben nagyon nem valósult meg. Barbosa közben a gólszerzés kiállítás lesz. Szájon vágták. Éppen Szucsánszki. Keresztbe nyúlt Szucsánszki, ez összeg eltalálta az arcát Barbosának, aki amikor egy az egyben lendülettel érkezik, akkor igen nehezen tartható. Ez már a negyedik kétperces büntetés a mieinknél. Egyetlen kiállítás volt a hazai csapatban, Nyombláé. Pena most az irányító posztján. Pena. Lukácsot ott jól megdolgozták. Épp ideje volt, hogy észrevegyék a játékvezetők. Fél árbócon volt már Lukács egy ideje. A kandoppal ünközött, az lehet, hogy fájdalmas volt neki. Megint ő fut be a jobb oldalról. Zácsik. Gyönyörű induló csel, hetes. Nagyot fogott Zagvi.
tudták leváltani a beállóról a faltot, azt nem nagyon lehetett látni ebből a szögből, esetre befújták. Lukács befutása igen fontos volt, és az is fontos lenne, hogy Szekercés belője ezt a hetest, a második büntetője ezen a mérkőzésen. Belövi, hozzáért Újhegyjel Zagvide Paula, 17-15. Szerencsére a ellenfél kapusa korán sem tudja ott folytatni, ahol kezdte. Egyelőre Szikora viszont a másik oldalon, hogy a hetest is védett már. Barbosa. Nagy helye van Tunkarának. Sajnos a rövidben elfér a labda. Tunkará első gólja. Ezt is érezte Szikora, hogy hova fog jönni, csak picit mellé nyúlt. Tagja volt a világbajnoki ezüstérmes csapatnak Tunkara. Szintén Buzsán játékosa volt a Le Havre-ban korábban. Nem jó, pedig jónak tűnt, mert ott két ember összehúzott Pena. Nem a lábához jön a labda, de na, szerencsére a Pepitába is megoldották ugyanezt a franciák. Újat kapott kötényt, és kiegészült közben a Fradi. Viszonylag jól jöttünk ki ebből a két percből. Ott a három gól, és lehet most a kettőért teljes létszámba támadni. A Fradi létszám hátrányban egész szépen termelte a gólokat. Igen. Ezt írták ki az imént. 18-16, megint kettő csupán a hátrány. Barbosa fölött lőtte Pena a gólt. Nem először a meccs során. Jobb átlövőben hatékonyabb egyelőre Pena. Zeminko. Nyomla. Zeminko kapta Nyomlától, Barbosa, Hornyák, nem jött be most a csel. Nyomla bejátszása, hagyni kell most már, hetes. Kár volt ott már bántani Kandopot. Rá esett tulajdonképpen Mészáros. Na most kilövi a hetest. Zeminko, ő belőtt már egyet. És ezt is belövi. Szépen leültette a kapust. Tökéletes 7 méteres. Pedig variált Szikora is. Nem tudta azonban Zeminkot megzavarni. Pena. Zácsik tovább. És meg is van a gól. Szarka. Az első gólja az idei BL sorozatban. Szokás szerint Penától indult az akció, hogy az 1-1-be sikerült ott megverni a játékost és azt lehúzni. Itt pedig szokás szerint Barbosától indult az akció. Lepattintotta magáról Mészáros Reát. Itt Nyomla volt most, az. Igen. Azért erősebb, mint Barbosa. És onnantól már nyert ügyük volt. Ez a 2-3 gólos különbség állt be, de ugyanez az első fél időben 6-7 gólos volt hosszú perceken keresztül, nem mindegy. Most általában azért sikerül gólt lőni, csak kivédekezni nem annyira. Zácsik, ott a hely. Hetes. Nem mondhatni, hogy villámlábakon, de eljutott Zácsik a hatosig. Nagyon jó volt az induló csele megint. Belülvédekezés egyértelmű. Nincs egy nem túl gyors védő azért Kandop. Fozsiá jön. Ő a francia válogatottnak az új kapusa, harmadik számú kapusa.
de Szekercés büntetőjét ő sem tudja védeni. És jó hetes volt, szépen megmozgatta. 20-18. Most kellene kivédekezni egy támadást. Barbosa. Megvan a labda, Zácsik. Megpróbálja egyedül végigvinni Zácsik, és végig is viszi. Egy nagy egyéni bravúr a labdaszerzésből megindulva. 20-19. Hosszú kezeivel kinyúlt. Ezt a nagy lépésekkel lefutotta az egész védelmet. Kettő egy óta nem volt ilyen szoros. És most időt is kér a francia edző. Most már érezni az ellenfél a Fradi leheletét, annyira ott van a nyakában ellenfelének a Ferencváros. Igen, és abszolút megfordult a pszichológiája a mérkőzésnek. Az üldöző beért. Flottez trop sur le niveau, ma femme. En zone, en face de la balle, ok? Eli, tu vas jouer, on va jouer Iago. Iago normal, ok? Tu viens de positionner ici. Là-dessus, Lyons. Tu joues avec ton ailier et tu viens bloquer là. Tranquille. Sandy, on isole le 3 droite. On isole le 3 droite. Estelle est disponible. Ok, on joue avec Lyons là. 2 contre 2. Sandy sur ce numéro 3 en face. Ok, en défense. Allez. Egy konkrét szituációt firkált oda Frédéric Goujon, amiből Eli Chaveznek lesz szerepe, aki be fog jönni ezek szerint a pályára. És aztán középen kell érkeznie Barbosának, és a másik oldalon egy 2-2-t kell játszani, ha minden igaz. Barbosa. Chavez valóban bent van. Most kapja a labdát. A szélső védő mellé helyezkedik, ahogy láthattuk is a rajzon. Bent van Barbosa. Gyakorlatilag az egyetlen veszély az utóbbi időben Barbosa. Az őt kéne egy picit semlegesíteni, és akkor egyenes az út a mérkőzés megfordításához. Hetedik gólja volt ez már, úgyhogy közben egy büntetőjét kivédte Szikora Melinda. Zácsik. Penával a váltás. Pena, megint egy káprázatos passz Szamoránszkinak. Fantasztikusan érzik ezeket a beadott labdákat, és Szamoránszki kiválóan mozog a üres területekre. Megint sikerült gólt szerezni, azért az utóbbi időben alig volt olyan ferencvárosi akció, amelynek a végének gól lett volna. Igen, ki kéne egyet-egyet védekezni, és akkor onnantól már át lehet venni a vezetést. És szerintem egyszer átveszi a Fradi a vezetést, akkor megvan ez a meccs. Ezt most tovább engedik, nagyon köszönjük. Ezért Minkó ment fel, és a lövését Szikora védte. Pena! Megvan a kipattanó, jól van, Lukács! Pena érezte úgy, hogy most még el lehet puffantani. Hát ahhoz, hogy jól meg tudja játszani Szamoránszkit, néha el kell eresztenie, hogy kilépdessenek. Megint elvállalta, ezt most lábbal védi Zakbi. Ezt most jól olvasta. Még rendezetten a ferencvárosi védelem, de visszaértek a mieink. Szamoránszki jó védekezés, belemenést fújnak Nyomlánál. Játékvezetőkre nem lehet panasz. Ezt fújják, amit látnak. Megint esély az egyenlítésre. Zácsik. Zogbi. Most egy picit talán elhamarkodja a lövéseit a Fradi. A kapus nem kéne felhozni újra. És eddig türelmesen játszottak, ugye jó kidolgozott bejátszások voltak, most
elment azért gyorsan két lövés, ami nem volt nagyon előkészítve. Beatriz Fernández a pályán. Ez a Minko. Nyomblát cserélte le most a francia szakvezető Barbosa. Cifra pedig bent van Szekeres mellett védekezésben. Ez a Cifra, aki az érd ellen elég komoly szerepet kapott, nagyon nagy munkát végzett. Be kellett állni a mészáros sérülése miatt a Podravkával szemben is. Most ott maradt Chávez mögött, de így is megoldja, és Szekeres is segít neki. Ez itt a jobb oldaluk elég passzív a franciáknak, ugye nincs olyan kezes lövőjük. Ezért Minko próbálta visszavinni a kipattanót. Kár érte, mármint, hogy nem a miénk lett. Chaveznek viszont megköszönhetjük azt a hatalmas kapufát, amit tiszta helyzetben összehozott. Fernández, Barbosa, nagyon nagy területen maradt ott Szekeressel. Mindenképpen tömörülni kell körülötte, ha egy az egyben hagyják bármelyik védővel, az megoldhatatlan helyzet. Egyedül tartja gyakorlatilag most már több mint egy fél idő óta a Fleurit. Zácsik, Pena, Zácsik. Megszületett az elhatározás és a gól is. Ezek a lassú mozdulatai cselesek egyébként. Zácsiknak a védők sem tudják kiolvasni a szándékát. Barbosa gyors mozdulatai is elég cselesek sajnos. Még rendezetlen volt a Fabi, Cifra jött befelé. Nem ért még be. Újra visszaállt a két gólos különbség. Pena. Barbosa érkezett. És Elek Gábor időt kér. Igen, valószínűleg a védekezést kellene egy picit összehúzni most, mert mindenlőtt gólra kap egyet a Fradi, és ezért nem tudja megfordítani az eredményt. Megfogjuk a Barbosát! Jó, hát most már csak ne okoz gondot, gyerekek! Oké? Okay. Piri, bírod? Jó, Piri kiveszi a Barbosát! Sunny és a Szeki maradott mögötte, jó? Átveszel valakit? Akkor is leváltod, jó? Akkor is leváltod. Cizi jön vissza ebbe a kettesbe, oké? Okay. A Szeki van hátul, jobb kettőbe a Sunny, Cifi így most nincsen. Jó, gyerekek! Támadó játékban, amikor ott vagy a határán, akkor nem elsősorban három passz után átlövéssel fejezünk be, hanem játszunk egy kicsit többet, jó? Gyerünk! Gyerünk! Kettő-három! Igen, hiszen kétszer is az egyenlítésért támadott a Ferencváros, és akkor kétszer elég gyorsan ellőtték a labdát a mieink, sőt, háromszor, mert ugye Penáék, vagy Pena kapott még egy esélyt ezután, amikor itt Lukács összeszedte. Igen, és hát ugye az időkérés legfontosabb eleme az volt, hogy a védekezés szisztémát vált a Fradi, és szoros emberfogással megfogják Barbosát. Szamoránszki feladata lesz ez. Pena. Ki, mármint Szamoránszki nyilván nem azért van most a kispadon ezeken a mérkőzéseken, általában védekezésben. Ah, Lukács. Kár érte, mert nagyon könnyen tudtak helyzetet teremteni. Ugye nagyon nagy szöge volt. És nem tudom, hova ment ott a védő. Mindenesetre Pena nagyon jól észrevette, hogy le lehet húzni a labdát. Szóval csak azt akartam mondani Szamoránszkival kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan tudjuk róla, hogy tud védekezni, csak akarnak spórolni vele és a térdével leginkább a ferencvárosiak. Úgyhogy az emberfogásra most őt jelölte ki Elek Gábor, miután jelezte a játékos, hogy bírja. Igen, hát most ez fog következni egyébként. Pena labdáját viszik el, ki más, mint Barbosa. Sajnos védekezésben nem tudjuk fogni, és így van, hát tudod szerezni. De a felállt fal ellen ugye Barbosa
kifogásával az fog történni, hogy Nyomla fog egy az egyezni, tehát őt kell majd ott jól megfogni. A tizedik gólját szerezte Barbosa. Két francia gól született most egymást követően. Zácsik, Szarka. Pena húzza végig. Jó! Nagyon Lukács. Bátran elvállalta Lukács. Nem volt igazán jó helyzet, de ügyes volt. Összességében jól szállt be ezen a mérkőzésen is. A Podravka ellen is Kovacsicot váltotta viszonylag korán. Az a meccs is rendben volt. Nizeminko, illetve Nyomla belül. Most már nem jönnek a fiatalok a második félidőben. Igen, hát valószínűleg azért cserélgetett, hogy itt a második félidőre megőrizzék az erejüket. Hát ez majd kiderül az utolsó 5-10 percre, hogy bejött ez a számítás. Mert kétségtelen, hogy a Fradinak a kulcsemberei végig a pályán vannak, különösen ugye Szucsánszki. Nizeminko ellépte. Ez viszont egy jó, hogy jó hír, hogy a játékvezetők elég könnyen elveszik a lépéshibákat. Pena. Szép. Szarka lőtte mellé. Nagyon szépen hozza helyzetbe a szélsőket. Pena jobb oldalon, bal oldalon egyaránt összeránt két embert, és a jó ütemben teszi le a labdát. Fernández tanácskozik a szakvezetővel, Frédéric Guzsannal. Iszonyatos erejű lövés, Nyomla. Igen, hát ez valószínűleg ez lesz most már, hogy Nyomla és Nzemenko fog egy az egybe játszani. Vagy lépéshiba, vagy belemenés, vagy gól, ezek a variációk lesznek. Azért reméljük, hogy Cikora is megfog néhányat. Pena, a negyedik gólja már. Nagyon fontos, hogy gyors válaszokat adjon a Fradi mindig. És akkor kéne egyet kivédekezni. Barbosát nem próbálják meg leválasztani. Ugye feltette ezt a kérdést az időkérés során Szamoránszki Piroska. Teljesen kimarad a játékból most, és inkább Nyomblára és Nzeminkóra bízzák a franciák a játékot. Igen, ezek azért jó cselező játékosok, és ugye 5 az 5 ellen azért elég sok hely van. Most beveszik Barbosát, Szamoránszki elég messze tőle, Nzeminko Szucsánszkival. Még időben meg tudta akasztani Szucsánszki. Ez nagy teher ilyenkor a hátsó védőkre. Nyomla. Azzal, hogy Barbosát kivették a ferencvárosiak, Nyomla került előtérbe. Furcsa mozdulattal védekezett ott. Nem tudom, ki volt a szekeres. Szekeres, igen. Tudom, hogy elrántották, vagy sem, minden esetre a lába magasabban volt majdnem, mint a keze. Nyomla fújhat egyet, de inkább magyaráz neki. Igen, valószínűleg csak védekezésben lesz lent, és bement Sissé, ha jól látom, védekezni, aki egy magas játékos. Zácsik, Chávez fogadja, Pena nem tud szabadulni a faltból. Szucsánszki, Pena ezúttal befelé indul. Nem tudta sajnos kiemelni a labdát lövésre. Bemaradt a zsebébe. Szucsánszki. Pena Szucsánszki. Bebújik ott a szélső védő és a kettes védő között. Hetes. Huet lába volt egy picit bent. Szerencsére Barbosa, amilyen jól támad, a védekező munkája azért nem olyan hatékony, pihen egy kicsit. Szekercé és ezúttal lövőcsel nélkül, megint belövi, 4-ből 4-et lőd be.
most visszajött a Fradi hatos falba, nem jött be ez az emberfogás Bárbóz ellen, úgy ítélte meg Ele Gábor. És Cifra az, aki szekeres oldalán játszik belül. Bárbóza, jó védekezés, Szucsánszki. Elég nagy felzúdulást vált ki a francia nézőkből, pont a határon volt még Szucsánszki. Kemény ütközés volt. Végül is volt két perc. Nem, nagyon jól állította meg Bárbózát. Zeminko. Nyomlá. Jön Bárbóza. Lépés. Úgy bizony. Zeminko. Rengeteg lépés hibát véten Zeminko. Megint vissza lehet jönni egy gólra. Kornyák ismét a pályán, Zácsik helyén. Megjött Szamoránszki is. 6 perc van hátra a meccsből. Kornyák nagyon jól szállt be a végére a Podravka ellen. Lukács lövi be! Már felsziszentem, amikor Pena tovább tette a labdát, mert ott folyosó nyílt előtte, de így nekünk tökéletes. Rendszeresen túlvédekezik a francia szélsők a helyzeteket. Egy abszolút indokolatlan volt Uettől, hogy berohanjon a jobbkezes jobb átlövőre. Óriási helyzetek vannak így Lukács Viktoriának, aki szépen bedobálgatja őket. Nyomlá! Zeminko, Bárbóza tovább. Chávez nem tudja összeszedni. Ó, oh, de kár! Nyomlá! Zeminkóval Tunkarát is beveszik a játékba. Lépés gyanús volt. Totyogott egy kicsit Zeminko. Igen, ő azért a gyenge pontja a rózsaszíneknek. Bárbóza. Ő nem. Lehet, hogy inkább Chávez kéne hagyni. Ha már döntési helyzetbe kényszerítik a ferencvárosi védőket. Hihetetlen jól játszik, minden szituációból jó megoldásokat választ. Azt be kell vinni, Szucsánszki nem tudja belőni, marad a 27-25, és ennek így az utolsó 5 percen belül már dupla jelentősége van. Most ezt ki kell védekezni. Többször elmondtuk már, továbbjutás azért ismerve az erőviszonyokat és látva a Kaplanca elleni nagy gólkülönbségű győzelmet, alig ha lesz veszélyben, de nagyon nem mindegy, hogy hány pontot visz a középdöntőbe a Fradi, hiszen a igen, másik ágról hát, nagyon erős csapatok jönnek. Ez egy bónuszpont, egy vagy kettő, amit itt meg lehet szerezni. Ez minden bizonnyal viszi a középdöntőbe, vagy nem viszi, hogyha nincs meg. Jó, jó védekezés, és talán felállt védelemmel sem kell szembesülni, így igen, szekeresnek ütnek oda. Picit lassan jött a labda előre, és akkor már nem tudta bevinni egyből szekeres. 3,5 perc a végéig. Pena! Szucsánszki. Pena le a szélre, Lukács. Pena, gyenge lövés sajnos. Most elment a türelme egy kicsit Penának. Meg nem volt sem a játékvezető kezdve, szépen játszották a előkészítést a fradisták. Nem volt igazán helyzet, de nem volt jó lövés. Pont abban a pillanatban emelték egyéb iránt, amikor Pena eleresztette, ott igen, már föltette közben. De nem ezért lőtt el, még nem tudta. 19 védés, most. Hát ezt is ki kell védekezni. Visszajött közben Kandop beállóba. Ez nem olyan jó nekünk.
Barbosa. Már időkérés volt. Miguel Gábornak is van egy ideje, amit remélhetőleg ki fog kérni végén. Nagyon fontos támadás, ez nem véletlenül kérte ki az időt. Mac, Sandy, Laura, Lyons, Estelle, Manon. Ok, on fait semblant de jouer protection pour Sandy. D'accord. Tu joues tout de suite sur Lyons. Laura, tu bloques 3. On essaye de jouer décalage à gauche ou de jouer avec Laura sur le bloc. Ok. On prend pas 2 minutes. Manon, tu arrêtes de fermer sur le poste 1. Sandy, estás sola con Orniak. Igen, ugye azt kérte, hogy egy hamis játékot fognak játszani, mint hogyha feladnák Barbosának a labdát, de nem az fog történni, hanem a másik oldalra fognak játszani, illetve azt kérte, hogy ne legyen 2 perc, és hogy a Manon Huet ne zárjon túl hamar be a kettesére, és ott hagyja a szélsőt. Hopp, igen, nem adta oda Barbosának, nem lett bele különösebben szerencsére semmi. Nyomblá, viszont nagyon nagy helye van Huetnek, és belövi Huet. Könnyen lehet, hogy ezzel eldőlt, minden esetre a francia edző úgy érzi, hogy igen. Most gyorsan kell már gólt szerezni. Cifra csak most jön le. Pena. Szucsánszki nincs a pályán. Zácsik viszont igen. Leüti a labdát még egyszer. Zácsik közel volt már a falhoz. Pena. Zácsik. Most nem lesz előni. Biztos volt, hogy Pena vállalkozik és belőtte. Szerencsé volt egyébként, mert az előzőhez hasonló lövés volt, csak pont a kapufára ment, és onnan bepattant. Szépen húzta vissza. 28-26. Hogyha hosszan támadnak a franciák, akkor felettébb nehéz lesz innen. Nem úgy tűnik, hogy nagyon hamar akarják lőni. Föltették a játékvezetők a kezüket. Nyomblá. Mellé. Nincs be. Rezgett a háló egy pillanatra, meg is ijedtem, a nézők meg ott elkezdtek örülni. Korán tették. Zácsik. Most egy gyors gól. Pena. Most már felállnak. Zácsik. Be kell vinni. Így már nehezebb, de nem lehetetlen. Hú, ezt Sacul lőtte be. Csinálta Sacul. 28-27. Sokat tett ehhez a mérkőzéshez hozzá, de lehet, hogy az egyik legfontosabb volt belőtte. Kérdés, hogy megint gyorsan felteszik-e a bírók a kezüket, mert elég hamar föltették előbb. Akkor még egy támadása lehet a Fradinak az X-ér. Feltéve persze a kivédelem. Igen, most is föltették. Tehát annyira messze vannak a kaputól. Nyomlá, odaadja a labdát! Szekeres az, aki megszerzi! A Fradi az utolsó támadás lehetősége, Pena kezéből viszont Barbosa elcseni, kiállítás. Hát ez érdekes ítélet. Megköszönhetjük a játékvezetőnek, mert úgy tűnt, mint a teljesen tisztán vitte volna a labdát Barbosa. Ember előnyben támadhat még az utolsó 10 másodperc során az egyenlítésért a Fradi. 1-1-nél volt legutóbb döntetten, azóta végig vezetett a Fleury. Hát Barbosa semmiképp nem volt szabálytalan. Hát ott vállal találkoztak. Nem baj. Vajon ilyenkor leviszi adott esetben a kapusát is a Fradi? És időt kérene Gábor természetesen. Egy lövésre még lesz idő. Ott van a megkülönböztető trikó cifrán. Cifi! Cifi! Egyes, kettes között! Cifi! Kettes, hármas között! Sandi van bal átlövőbe! Zizi, középen! Nere, jobb átlövő! És balra kifelé húzás! Balra kifelé húzás! Volt, 2 perc előtte vagyunk! 7 az 5-ben vagyunk!
Igen, igen, jó? Ugye ide! Cipi 1-es, 2-es, itt, bocs! A Piri 2-es, 3-as, és a balra ilyen félig meddig húzás tovább a merének. Pontos, nem gyorsak, mert van még 12 másodperc. Akkor nem 3 perc, hanem amikor 5 perc. Jó, nem kell nagyon... Figyelj, figyelj! Nem kell nagyon kifelé húzni, jó? Ne kelljen hosszú pasztot, gyerünk! Azt hiszem, hogy minden adott hozzá, hogy döntött legyen ez a meccs. Ugye 7 az 5 ellen fog játszani, a Fradi két beállóra bemennek, meghúzzák bal oldalra, és Penya fogja ellőni érzésem szerint, vagy esetleg lehúzzák a Nadinnak. Milyen hasznos egy-egy ilyen időkérésnél, hogyha valaki megtanul légiósként magyarul. Zácsik, Pená, Szucsánszki, 3 másodperc, Szucsánszkival ütköznek, Cifra, gól! Cifra góljával az utolsó pillanatban döntetlenre menti a meccset a Fradi. Ha megadták, persze, mert egyelőre még hát van egy pici kérdőjel. Mi innen úgy hallottuk, persze, hogy úgy hallottuk, hogy hallottuk volna másképp. De ugye kérdés, hogy mikor szólal meg a Duda, mikor járt le az idő, és a fradistáknak vannak rossz tapasztalataik ez ügyben a tavalyi BL selejtezőről, Lipcséből. Megvan a gól, és megvan az egy pont, 28-28. Kedves nézők, mi gyorsan elköszönünk, hiszen rövidesen újabb meccs következik majd. A Fradi teát pontot szerzett Franciaországban, viszontlátásra. Borzasztó fontos gól és nagyon-nagyon fontos pont, amit most sikerült megszerezni itt a mérkőzés utolsó pillanatában. Nagyon-nagyon szurkoltatok, kiszurkoltátok, de azért időnként el voltatok egy kicsit bizonytalanodva, talán már ti is ezt illetően. Hát nekem nagy meglepetést okoztak a végén az X-el. Én azt hiszem 3 gól volt és 2,5 perc, hogy elkönyveltem, hogy ebből nem jövünk ki. Jól féltem attól, hogy belemegyünk a végébe és a két játékvezető nem engedi majd, de inkább szerintem minket segítettek most a döntéseikkel itt az utolsó szakaszban. És hál' Istennek most, ami Lipcsébe gól volt nekünk, az most gól lett nekünk. Tehát, hogy egy kicsit talán a sors most visszaadta ezt az utolsó másodperces gólt. Amennyire rosszul sikerült az első fél idő, és nem sikerült olyan jól a másodiknak az eleje sem, mint számítottunk rá, ez a döntetlen most azért egy nagyon jó eredménynek számít, látva az egész mérkőzést. Hát igen, a játékképét mindenképpen azt gondolom. Tényleg azt hiszem, hogy nem játszottunk jól egész mérkőzés folyamán, tényleg sok volt benne a hiba, viszont most viszont nagyon örülhetünk, mert ez az egy pont, ez nagyon értékes pont, és pont jókor jött a végén. Én is csak csatlakozni tudok, hogy a bíróknak azért az ítéletei segítettek szerencsére, bennünket nem elvettek, és a lányok pedig nagyon jól küzdöttek itt a végén. És hogy mennyire fontos volt ez az apró kis pontocska, azt mindjárt megnézhetjük, hiszen a táblázaton látható, hogy ezzel az FTC Real Cargo Hungária az első helyen tud állni a küzdelemben, és ez nagyon-nagyon fontos a továbbiak szempontjából, hiszen elhangzott, hogy nagyon komoly, nagyon nehéz csapatokkal találkozik majd a továbbjutás, a csoportból való továbbjutás után az FTC, szóval mindennek nagy jelentősége van. Hamarosan folytatjuk kézilabdával, majd a Paris Saint-Germain és az MVM Veszprém mérkőzésével, úgyhogy semmiképpen ne menjenek el a televízió elől. Jönnek, azt hiszem, további izgalmak, erre lehet számítani. Nektek köszönöm szépen a közreműködést, önöknek pedig a figyelmet, már is jövünk.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy újabb roppant izgalmas mérkőzésre számítunk most a következőkben, méghozzá PSG MVM Veszprém meccse, Borsos Attilával és a félelmetes Karabaticsal, aki ugye ezen a mérkőzésen a veszprémiek ellen fog játszani. Többen azt mondták a szakértők közül, hogy nagyon hiányzik most Nagy Laci a védelemből, és hát nem is lesz könnyű mérkőzés, de nem is megoldhatatlan talán. Hát nyilván, hogy hiányzik a védelemből Nagy Laci, hiszen a világ egyik legjobb védőjátékosa is, támadásban is ugye nagyon fontos tagja a Veszprémnek, de azért az eddigi mérkőzések, amit nélküle játszott le a Veszprém, azt igazolták, hogy egyelőre meg tudta oldani a veszprémi csapat a hármas védekezést a Laci nélkül is. Sliskovics jó teljesítményt nyújtott, illetve Ilics, vagy aki ott szerepelt ezen a pozíción, az jó játszott. Előfordulhat, hogy 5-1-et fog védekezni egyébként a Veszprém ezen a mérkőzésen, hiszen azért a Paris Saint-Germain átlövő sorát mindenképpen érdemes távol tartani a kaputól, mint ugye, hogyha a Karabatic játszik középen, akkor az ő játék szervezését is talán meg lehet zavarni. Úgyhogy én arra számítok, hogy Ugaldéval elől fog a Veszprém legalábbis egy szakaszt védekezni a mérkőzésen. Közben látjuk, hogy született két eredmény már ebben a csoportban. A Kiel nyerni tudott a Celje ellen, illetve a Besiktás a Zágráb ellen. Az MVM Veszprém az első helyen áll. Nagyon fontos lesz ez a mai mérkőzés ebből a szempontból, hogy meg tudja tartani a Veszprém az első helyet, mert hogyha a Paris Saint-Germain nyer, akkor ugye megelőzi a Veszprémet, ezt mindenképpen el kéne kerülni. Hát igen, ez mondjuk így matematikailag abszolút így van, de azért azt hiszem, hogy itt a végső sorrend szempontjából, ha nyerne a Veszprém, az egy nagyon nagy bravúr kategória lenne, és egy bónusz helyzet. Ha kikap, akkor még semmi nem dőlt el az első hely szempontjából, hiszen a Párizs is fog még játszani Veszprémbe, és még mindig is rengeteg mérkőzés van addig, úgyhogy nem hiszem, hogy egy-két veresége lesz az első helyezetnek. Hát az biztos, hogy mi nagyon fogunk szurkolni, és valószínűleg nagyon izgalmas mérkőzés is lesz, hamarosan kezdődik is egy kis reklám után.